Minden összeállt, hogy most hétvégén Győrben a jubileumi kenyérfesztivál lenyűgözze az érdeklődőket, derült ki az esemény sajtótájékoztatóján a megyei kereskedelmi és iparkamarában. Tiszpékség, 7 népművészeti kiállító, illetőleg 17 kézműves kiállító. Mind a mellett színpadi produkciókra is számíthatunk. Hát a legnagyobb attrakció talán a Marótvik és a Nova Kultúra együttes, ez a fesztivál vége felé került terítékre. Gyerekeket is várjuk, ugrálóvárral, játszóházakkal, lesz Európa Totó. Ha valaki szeret sütni különösen kenyeret, akkor az otthonsütők versenyére benevezhet. Tehát én azt gondolom, illetve a szervezők nevében az a tervünk, hogy egy indián nyári igazi lazítós hétvégét tervezünk. A fesztivál évről évre fejlődött és kivívta szakmai körökben is az elismerést. A győri önkormányzat a technikai feltételek biztosításával támogatja a rendezvényt. Azt gondolom, hogy egy fesztivál 20 évet megér, az már önmagában egy nagyon komoly teljesítmény, és látszik az, hogy az emberek érdeklődnek iránta. A kenyérfesztivál pedig ezt a jubileumot éri el az idei esztendőben. Én azt gondolom, hogy különösen is fontos, hogy felhívjuk arra a figyelmet napjainkban, hogy van a mindennapi kenyerünk, ott van az asztalon, és hogy ezért milyen sokat dolgoznak, milyen sokat tesznek. Egy olyan helyzetben, amikor a koronavírus járvány hatásai, a háború gazdasági hatásai, és egyébként az aszálynak a hatásai is éreztetik a hatásokat. Tehát azt gondolom, hogy ebben az időszakban különösen is fontos, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy vannak pékek, vannak pékségek, vannak olyan vállalkozók, akik azért tesznek, hogy a mindennapi kenyerünk az asztalra kerüljön. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy a kenyérfesztivál idén is megrendezésre kerül. A pékségek évek óta nehéz helyzetben vannak. A kamara, ahol tud, segít. Minden összefogás segít a pékeken, és a kamara is azért tevékenykedik, hogy minél jobb körülményeket tudjon teremteni ebben a szituációban a vállalkozók részére. Energiárak a kapcsolatban, a kamarának van a Széchenyi kártyája, amit a kamarának a Kabosz nevezetű cége forgalmaz, és ott most úgy tűnik, hogy lesz egy nagyon alacsony kamatozású, 10 éves fix kamatú hitel, amelyik arról szól, hogy az energiakkal kapcsolatos csökkentések, tehát átalakításoknak a finanszírozására, jó energiamenedzsmentre. Például csak mondtam egy ilyen példát. De persze minden segít, néha egy jó szó segít, néha sok minden más segít, és még egy nagyon fontos dolog, amit közösen kell kitalálnunk a vásárló közösséggel, illetve a pékekkel, hogy olyan árakat tudjanak a pékek alkalmazni, amik az ő költségeiket valamilyen módon tudják finanszírozni. A koncertek mellett hagyományőrző programok is színesítik a fesztivált. Igazából mi a megyei értéktári elemeket szeretnénk bemutatni, ezek a hövei hímzés, a kékfestő, fafaragás témakörben és fazekasságban is, ugye a csornai fazekasságot jelenítenénk meg. A foglalkozások is ehhez kötődnének, de ezt igazából egy kicsit a gyerekek nyelvére leegyszerűsítve, és olyan produktumot, ami azonnal elkészül, ez lenne a gyerekek részéről. A pályázati oldalról pedig ugye az ifjúsági pályázatot, amit kiírtunk, ott pedig az volt a kérésünk, hogy a Rábaköz népművészetét tudjuk megjeleníteni a modern tárgy kultúrában, akár ruházatban, akár lakásfelszerelési dolgokban, és a gyerekektől ezt kértük, hogy ezeket próbálják meg az ő gondolataikba, az ő modern világi nézeteikhez beilleszteni, és ezeket bemutatni egy színpadi felvonulás keretében. A pékek többféle termékkel szakmai versenyre is benevezhetnek. Idén először indulhatnak tanulók is külön kategóriában, és meghirdették az otthonsütők versenyét is, amelyre még lehet regisztrálni a fesztivál Facebook oldalán.